Tamási Anna vagyok, Tolna megyében Hőgyeszen születtem, de még gyerekkoromban 1968-ban a családdal, három testvéremmel és a szüleimmel Szekszárdra költöztünk. Itt a Szekszárdi Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségiztem. Érettségi után a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karára mentem tanulni, és első diplomámat ott kaptam meg 1980-ban, tervező-szervező szakon. Tanultam tovább a Corvinus Egyetem elődjénél, ahol marketing szakirányon szereztem meg másoddiplomámat. A közszférába 2001-ben kerültem, a Központi Statisztikai Hivatalhoz gazdasági vezetőnek mentem dolgozni. 2003-ban az akkor még önkormányzati fenntartásban lévő Első Béla gimnáziumban mentem, szintén gazdasági vezetőnek. Rövid egy év után az önkormányzat úgy döntött, hogy optimalizálja az intézmények gazdálkodási feladatait, és létrehozta a költségvetési elszámoló szervezetet. 2011-ben az önkormányzat döntése alapján az intézmények gazdálkodási feladatait beintegrálták a polgármesteri hivatal szervezetébe. Ekkor ide kerültem a gazdasági igazgatóságra áthelyezéssel pénzügyi osztályvezetőnek, majd 2016-ban kineveztek az igazgatóság vezetőjének. A hivatali munkám mellett mindig szívesen részt vettem a polgármesteri hivatal által szervezett csapatépítő feladatok szervezésében, vetélkedők, főzőversenyek lebonyolításában. Emellett nem szakadtam el régi munkahelyem az Első Béla gimnázium életétől sem. Közel 20 éve önkéntesként dolgozom az Első Béla alapítványban. Ezúton is szeretném megköszönni családomnak, hogy mindig támogatták a munkámat, ami néha nagyon sok elfoglaltsággal járt. Köszönöm vezetőimnek és közvetlen kollégáimnak, hogy szakmailag mindig támogattak, segítettek. Köszönöm vezetőimnek, a közgyűlés és a bizottságok tagjainak, hogy alkalmasnak kitértek erre a kitüntető díjra.